Végre itt a nagy lehetőség. Nem hiába küldted vissza a rejtényúság megfejtését. Föld körüli utat nyertél. Természetesen viszed magaddal a kockás napódat is, amelyben lerajzolod, hogy mely élőhelyeken milyen állatok élnek. A sivatagban, a dzsungelben, a nagyvárosokban, a tanyán, a folyóparton, a hegyekben és Ausztráliában. Persze a megfigyeléshez türelem kell, hogy pontosan le tud rajzolni az állatokat. Minél többet sikerül, annál nagyobb esélyed van a győzelemre. A Pixelinum egy 1-től 5 fő játék, amelyben a játékosok arra törekednek, hogy minél több állatot kitöltsenek, és ezáltal a lehető legtöbb pontot gyűjtsék. A doboz tartalmaz magyar játékszabályt, 38 darab állatkártyát, aktuális firkalap, alátétkártyát, egy játék kártyát, 5 pontozó lapot, egy segédletkártyát, 18 darab firkakártyát, 11 darab trófeakártyát és 5 darab letörölhető filcet. Keverjük meg az állatkártyákat és képezünk belőlük egy képelle lefelé forított paklit. Ebből a megkevert pakliból két fős játék esetén 15 kártyát, három fős játék esetén pedig 8 kártyát el kell távolítani azok megtekintése nélkül. Majd ebből a pakliból osszunk minden játékosnak 4 kártyát. A játékosok nézzék meg a kapott kártyáikat és tartsanak meg 3-at, egyet pedig helyezzenek vissza a pakliba. A megtartott kártyákat mindenki helyezze maga elé képpel felfelé. Ezt követően a játék vége kártyát fordítsuk képpel lefelé, majd a visszarakott kártyákkal együtt keverjük meg újra az állatkártyákat, és helyezzük a paklit a vége kártyára. Ezt követően az állatkártya pakliból fordítsunk képpel felfelé három kártyát a játéktér közepére. Ez lesz itt a központi készlet. Helyezzük a játéktér közepére az aktuális firkalap alátét alátétkártyát is. Keverjük meg a firka kártyákat, és képer felfelé helyezzük az alátétkártya mellé. Minden játékos kapjon egy filztollat, és minden olyan pontozó lapra szükség van, amin legfejebb annyi mancs van, amennyi a játékosok száma. Tehát például egy négyfős játék esetén, az ötmancsos pontozólapra nincs szükség, de a többire igen. Az egymancsos pontozólapot véletlen véletlenszerűen, vagy ha kijelölünk egy kezdőjátékost, akkor kapja meg ő az egymancsos pontozólapot, a többiek pedig játékos sorrendben kapják meg az egyen nagyobb mancsot, mint az előttük ülő játékos. Az alapjátékban a trófeakártyákra nincs szükség, így azokat helyezzük vissza a játék dobozába. Ezt követően kezdődhet is a játék. A Pixelinóban a játékosok az aktuális firkakártya alapján az előttük lévő állatokon négyzeteket fognak beixelni, és a céljuk, hogy az állatok minden egyes négyzete megteljen, ezért kapják meg az állat jobb felső sarkában látható pontot, és aki a játék végén a legtöbb pontra rendelkezik, megnyeri a játékot. A játék egymás utáni körökből áll, és egy-egy körben minden játékos egyidejűleg cselekszik, tehát nincsenek a játékosoknak saját körei, a kör első lépésében először is a firkapakli felső kártyáját át kell helyezni az aktuális firkalap alátét kártyára, és ezt követően mindenki az aktuális firkakártya alapján x-eket helyez az állataira. Ezt tehát a játékosok egyidejűleg tehetik meg, és a firkakártyán középen van egy szagatott vonal, két félre osztva a firkakártyát. Minden játékosnak el kell döntenie, hogy a firkakártya melyik felét használja, ebben az esetben például vagy ezt a két alakzatot, vagy ezt az egy alakzatot lehet beixelni az előttünk lévő állatokon. A játékosok egymástól függetlenül választják ki, hogy a kártya melyik felét használják, így természetesen ugyanazt a kártya felett többen is választhatják. Fontos azonban, hogy csak úgy lehet kiválasztani a kártya egyik felét, hogy arról mindent be tudunk x a saját állatainkon. Ha két alakzatot választunk, azt nem kötelező ugyanazon az állaton be Így például megtehetem, hogy ezt a felet választva, ezt a formát a loot kártyán használom fel, a másik formát pedig mondjuk a mókusnál. Alapvetően ennyi ez a második lépés. Emellett a pontos lapon vannak extra lehetőségek, számos egyes x van mód, és egy kettes is. Ezeket azonban győzelmi pontok feladásával tudjuk használni. Egy körben akár több extrát is felhasználhatunk, viszont ha valamelyiket felhasználjuk, az alatta lévő számot át kell húzni, és azt nem vetjük figyelembe a játék végi pontozáskor. Ez egyben azt is jelenti, hogy azokat a pontokat megkapjuk a játék végén, amiket nem húztunk át. És bár ezek az extrák pontveszteséggel járnak, igen jól tudnak jönni egy-egy állat kitöltésekor. És van itt egy duplázó is, ezt a játék folyamán egyszer lehet használni, ez nem jár pont veszteséggel. Ezzel a lehetőséggel a legutóbb beírt alakzatot meg lehet duplázni, tehát még egyszer be lehet azt írni. Ez lehet a firka kártyáról beírt alakzat, de lehet ilyen extra lehetőség is, tehát bármit duplázhatunk. A lényeg, hogy a legutóbb beírt alakzatot megduplázzuk, utána ezt kihúzzuk Végezetül pedig van még egy extra, ami minden játékosnál egyedi. Itt a mancsok mellett van egy egyedi forma, amit a játékosok a játék folyamán egyszer felhasználhatnak, tehát ezt a formát berajzolhatják az egyik állaton, utána pedig ki kell húzni a lehetőséget, ez viszont ingyenes, tehát nem jár pontveszteséggel. Az x szabályai elég egyértelműek, minden választott formát csak egyszer lehet felhasználni, csak üres négyzeteket lehet x tehát nem lehet átfedésben be korábban bejelölt négyzettel. Az x nem kell folytatólagosnak lennie, tehát attól, hogy itt bejelöltem a mókus farkát, legközelebb x a fejénél, nem kell, hogy ezek összeérjenek. A korábban már beírt x-eket nem lehet áthelyezni máshova, és az alakzatok elforgathatóak, megtükrözhetőek. A firka kártyák hátulján látszanak is a lehetséges elforgatások, tükrözések. Úgy nem x hogy a kiválasztott forma egy része lelóg az ábráról, és ha egy körben nem tudunk, vagy nem akarunk x akkor passzolhatunk is. Ha pedig valaki úgy érzi, hogy nagyon szorult helyzetbe került, akkor megteheti, hogy félretesz egy már félig elkészült állatot, és húz helyette egy másikat a kínálatból, vagy az állatkártya pakli tetejéről. Amikor mindenki végzett az x új kör kezdődik, és a firka pakli felső kártyáját át kell helyezni az aktuális firka lap alátét kártyára. Ebben a körben erről a kártyáról kell kiválasztani az egyik felét, és így mindig látszik, hogy a következő körben milyen kártyára kerül sor, tehát ezzel is lehet számolni. A rutinosabbak pedig azt is figyelemmel követhetik, hogy melyik formából mennyi ment ki, és mennyi van összesen a firka kártyákon. Ha már nem lehet újabb kártyát felfedni a firka pakliból, akkor az aktuális firkalap lap alátét kártyán lévő paklit meg kell keverni, és egy új firka paklit kell képezni belőle. Ha egy állatkártya minden négyzetét sikerült beixelni, akkor a játék végén majd annyi pontot ér a kártya, amennyi a jobb felső sarokban látható. A befejezett állatkártyát tegyük félre, de úgy, hogy egyértelmű legyen, hogy az a saját kártyánk. Ezután pedig a befejezett állatkártya helyett a kínálatból kell választani egyet, vagy arra is van lehetőség, hogy a pakli húzunk. húzzunk. Ha a kínálatból veszünk el egy kártyát, akkor annak a helyére fel kell forítani egy újat a pakli teteiről. És arra is van lehetőség, hogy mondjuk az egyik kártyát a kiválasztott két alakzatból az egyikkel befejeztük, és az újonnan elvet kártyára x be a másik alakzatot. Mivel a hetékosok egyidejűleg x előfordulhat, hogy egy kártyát többen is kinéznek, és többen egyszerre nyúlnak érte. Ebben az esetben azért az elsőség, akinek kevesebb mancs szerepel a pontozó lapján és ez igaz a játékban felmerülő bármilyen sorrendi vitára, viszont ha valaki egyértelműen hamarabb nyúl a kártyáért, akkor ő viheti el. Ez így megy tehát körről körre, egy újabb firkakártyát kell helyezni az aktuális firkalap alátét kártyára. A választott oldalt be kell jelölgetni a saját kártyákra, felhasználjuk az extrainkat, az egyedi formánkat, ha valamit sikerül befejezni, az félre kell tenni, új kártyát kell választani, és előbb-utóbb a kínálatba bekerül a játék vége kártya. Ahogy a kártyán is szerepel, az aktuális és az utána következő firka kártyát még berajzolhatják a játékosok, utána azonban véget ér a játék. Tehát gyakorlatilag az aktuális kör után még egy utolsó körre sor kerül, és következik a játék végi pontozás. A játék végi pontokat mindenki fel tudja vezetni a saját pontozó lapján. Minden el nem használt extra annyi pontot ér, amennyi a körben látható. Ebbe a félbetépet kártyába azokat a pontokat kell feljegyezni, amelyeket a félig befejezett állatainkért kapunk. Ha egy állatkártya területének legalább a fele be van x akkor egy pontot ér a játék végén. Az állatkártyákon a név alatt mindig látszik, hogy hány négyzetből áll a teljes állat területe. Így például, ha a dromedárnál legalább 14 négyzetet sikerül beixelni, akkor félig befejezetnek számít és egy pontot ér. Ide a teljesen befejezett állatok utáni pontokat kell feljegyezni, tehát össze kell adni a befejezett állatkártyák jobb felső sarkában lévő pontokat, és az összeget ide be kell írni. A kártyapárnál a megismert tájegységek után kapunk pontokat. Egy tájegységet akkor ismerünk meg, ha legalább kettő ugyanolyan hátterű kártyánk van abból a tájegységből. Hét különböző élőhely van: sivatag, dzsungel, nagyváros, tanya, folyópart, hegyek és Ausztrália. Tehát, ha egy tájegységből, például a folyópartból legalább kettő teljesen kitöltött állatkártyával rendelkezünk, akkor további pontok járnak értük. Megismert tájegységenként egy-egy pont jár, és fontos, hogy itt csak a teljesen kitöltött kártyákat vehetjük figyelembe. A féli kitöltötteket nem. Itt még van két mező, amelyekre az alapjátékban nincs szükség, így a pontok összesítése után megkapjuk a végső pontot, és a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. Néhány játszma után a kezdőkártyákat a draftolással is el lehet dönteni, azaz mindenki kap négy kártyát, abból minden játékos megtart egyet, és amikor ezzel mindenki megvan, akkor a kiválasztott kártyát képpel felfelé magunk elé kell helyezni. A többi kézben lévő kártyát pedig a balra ülő játékosnak kell továbbadni, így a jobb oldali szomszédunktól kapunk három kártyát, abból ismét ki kell választani egyet, amit megtartunk, amikor ezzel mindenki megvan, akkor a kiválasztott kártyát meg kell fordítani, a maradék két kártyát tovább kell adni, és a kapott kártyákból egyet ki kell választani, amit megtartunk, egyet pedig vissza kell keverni a pakliba. Számos kártyán ilyen szaggatott vonal látható, valamilyen plusz számmal, és ez a szaggatott vonal gyakorlatilag ketté osztja az állatot. A szaggatott vonal melletti plusz érték pedig akkor jár, hogyha a két fél egyikét előbb kitöltjük, minthogy a másiknak neki kezdenénk. Tehát gyakorlatilag a szakadatvonal egyik oldalán az összes négyzetet ki kell tölteni, a másik oldalon pedig egyetlen négyzet sem lehet kitöltve, ahhoz, hogy a bónuszértéket megkapjuk, és ez plusz két pontot érhet ennek a kártyának az esetében, de csak akkor, hogyha a játék végén minden négyzet ki van töltve, és az alapértéket is megkapjuk. Tehát az alapjátékban ezt nem kell figyelembe venni, de a haladójátékban figyelembe vehetjük ha sikerül egy ilyen pluszpontot megszerezni, akkor azt be kell karikázni a kártyán, és a játék végén ezeket a bónuszpontokat ide kell feljegyezni. Természetesen a haladó játékban is figyelmen kívül hagyhatjuk a szagatott vonalat, tehát beigszelhetünk négyzeteket úgy, hogy átlogunk a szagatott vonalon, ilyenkor azonban nem jár a bónuszpont. És van még egy modul, ezek a trófea kártyák. A trófea kártyák esetében játékosszám alapján két verzió közül kell választani de mindkettőnél csak a teljesen kitöltött állatok számítanak majd. Kettő, illetve három fős játék esetén a nyílt feladat verzió ajánlott, ilyenkor a négy plusz jelölésű kártyákat egyáltalán ne használjuk. Az előkészületek során meg kell keverni a trófea kártyákat, majd közülük mindössze hármat kell a játéktér közepére megfordítani, a többit pedig vissza kell helyezni a játék dobozába. Mindegyik trófea annyi pluszpontot ér az első és a második játékosnak, amennyit a játékoszámnak megfelelő ábra mutat a trófea segédlapon, tehát a nyílt feladatok esetében ezt kell figyelni, és kettő fős játék esetén csak az első helyzet kap három pontot, három fős játék esetén az első és a második helyzet kap három, illetve egy pontot, és így tovább, tehát játszható négy, illetve öt fővel is, de inkább kettő, illetve három főnél ajánlott ez a verzió. A célok pedig a következők, a legtöbb növényevő, Ebből összesen 15 darab van, és a növényevő állatoknál ilyen szimbólum látható a név mellett. Ennél a trófea kártyánál a legtöbb bónuszpontot kell figyelembe venni, összesen 11 ilyen kártya van. A legkevesebb elhasznált jokert kell figyelni. Ez a kártya a legtöbb páratlan területű állatot figyeli, ezekből összesen 16 darab van. Ennél a kártyánál az szerepel, hogy a legtöbb állat egy helyszínről. A pontozólapok hátulján látszik, hogy melyik helyszínről mennyi állat van. Ez a kártya a párokat figyeli, tehát a legtöbb pár, vagy annál több kártya egy helyszínről. Ennél a kártyánál a különböző helyszíneken lévő állatokat kell figyelni. Itt pedig azt kell figyelembe venni, hogy mekkora a különbség a legnagyobb és a legkisebb állatunk között. Ilyenkor tehát a név alatti számot kell figyelembe venni, és például ennél a két állatnál 28-ból 19, azaz 9 a különbség. Akinek ez a különbség a legnagyobb, az az első helyezett. 4, illetve 5 játék esetén titkos célokkal is játszhatunk. Itt tehát használjuk ezt a három kártyát is. A játék elején keverjük meg a trófeakártyákat, majd titkosan osszunk minden játékosnak 2-2 darabot. És miután az előkészületekkel megvannak a játékosok, mindenki válaszon ki egy trófeát amit úgy gondol, hogy teljesíteni tud, a másikat pedig el kell dobni. Ha a játék végén sikerül teljesíteni ezt a titkos célt, akkor azért három pont jár. Ha pedig csak úgy sikerül teljesíteni, hogy döntetlenben áll a játékos egy másik játékossal, akkor egy pontot kaphat a trófeakártya tulajdonosa, és ennek az összefoglalása is megtalálható itt ezen a segédlapon. A két elért pontokat pedig ide kell felvezetni. Ez a kártya, a legtöbb madarat veszi figyelembe. A madárkártyákon ilyen toll a név mellett. Összesen 9 darab madárkártya van. Ez a kártya a legtöbb veszélyes állatot veszi figyelembe, belőlük összesen 7 darab van, és a név mellett egy felkiáltó jelzi, hogy veszélyes állatról van szó. Ez a kártya pedig igazán különleges. Azt ír rajta, hogy kedvenc állataink, és számos üres rubrika van itt. Ezt nem kötelező használni, de ha egy társaság úgy dönt, hogy kitölti ezeket a rubrikákat a kedvenc állataikkal, akkor a pakli részévé lehet azt tenni, és a trófeát az kapja meg, aki a felsorolt kedvenc állatokból a legtöbbet gyűjtötte. A haladó játékmódban van még egy kitétel, az utolsó körben a játékosok sorrendben következnek, tehát nem egyidejűleg. Először az egymancsos játékos rajzolja be az alakzatokat, és használ extrákat, majd befejezi a játékot, ezután pedig sorban a többiek. A haladó játékmódokból a bónuszpontos kiegészítőt, illetve a trófeakártyás kiegészítőt külön-külön is alkalmazhatjuk, vagy akár mindkettőt egyszerre. Ha kisebb gyerekkel vagy tapasztalatlan játékosan játszunk, és előnyt szeretnénk adni, erre is van lehetőség. Ilyenkor az előnyt kapó játékos több duplázót kap, azaz rajzoljunk még üres karikát a duplázó mellé, akár többet is, ha nagyobb előnyt szeretnénk adni, és a játék egyedül is játszható. Az előkészületek szabályai megegyeznek a korábban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy négy állatkártyából hármat kell választani, a maradékot pedig vagy a pakli tetejére kell helyezni, vagy el kell dobni. Amikor egy személyes játékban állatot fejezünk be, mielőtt újat húznánk a kínálatból, ha szeretnénk, egy lapot eldobhatunk a kínálatban lévő három közül, és újat húzhatunk a helyére. A játéknak pedig nem a játék vége kártya vet véget, hanem az, amikor másodszor is elfogy a firka pakli. A pontszámolás során pedig össze kell adni az extrákból maradt pontokat, a befejezett állatkártyák pontjait, a félig befejezett kártyákat, a szaggatott bónuszokat, a párokért járó egy-egy pontokat és a trófea pontokat, azonban egy személyes játékban egyáltalán nincs szükség a trófea kártyákra, külön egyszemélyes trófea pontokat kell figyelembe venni, és a teljesítésükért 2-2 pont jár. Ezekhez legalább három madarat kell gyűjteni, vagy legalább három veszélyes állatot, vagy legalább három szagatott bónuszt kell elérni, vagy pedig legalább hat különböző tájról kell állatot gyűjteni. Tehát gyakorlatilag egy kivételével az összesről. Az egyszemélyes játék trófea szempontjai is megtalálhatók a segédlapon. Az elért pontok alapján pedig különböző kategóriák vannak, amik kifejezik a sikeresség mértékét. A Pixelino egy könnyed, gyors, rajzolgatós játék, ami különböző nehézségi szinteken játszható, így a kezdő és a rutinosabb játékosok is személyre szabhatják a kihívás mértékét. Akinek megtetszett a játék témája, megjelenése, működése, tegyen vele bátran próbát. Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, megosztod, kommentelsz, és feliratkozol a csatornára, ha pedig bármilyen módon támogatni szeretnél, akkor a videó alatti sávban, illetve a videó leírásában megtalálod ezeket a lehetőségeket.